Rozi, hozzon, tedd bele! Tedd bele! Ügyes! Tedd bele! Rozi, tedd bele! Hozz a követ! Gyere! Tedd bele! Na, melyiket hozta először? És utána? Marad! Rozi a terápiás kutya segít éppen abban, hogy a gyerekek memóriáját fejlesszék. Juhoros Ágota orvos gondolt először arra, hogy kutyával szeretne segíteni az embereken. A doktornőnek köszönhetően 2011. szeptemberében tarthatta első terápiás foglalkozását a Kutyával egy Mosolyért Alapítvány. Volt két házőrző kutyánk, és elkezdtük kutyaiskolába hordani, és ott tapasztaltuk, hogy milyen fantasztikus dolgokra meg lehet tanítani a kutyát. Mind a kettőnek a temperamentuma szerencsére olyan volt, hogy nagyon emberközeliek voltak, nagyon emberbarát kutyusok voltak, és hát már mondom, ennyit foglalkoztunk velük, és ennyi okosságot megtanultak, akkor kezdjünk már vele valamit. 2010-11-ről beszélünk, akkor indult Magyarországon tulajdonképpen a segítő kutyák képzése, használata és a terápiás kutyák elsősorban, és akkor így utána jártunk, levizsgáztattuk őket, és tulajdonképpen 2011. szeptemberében tartottuk ennek az iskolának a Juhar utcai részlegén az első terápiás foglalkozást. Ez a hobbi, ez tulajdonképpen egy fölüdülés, egy egészen más munkát igényel, valahol pedig ugyanaz, hiszen ez is egy segítő szakma, itt is tulajdonképpen rászorulókon, vagy egyéb rehabilitációra szoruló embereken, gyerekeken, felnőtteken segítünk tulajdonképpen a kutyánknak a segítségével, úgyhogy nem áll messze ez az orvostudománytól és az orvosi munkától, én azt hiszem, ellenben a szabadidőt az kellőképpen ki lehet tölteni, unatkozása nincs idő, így nem öregszünk annyira gyorsan, hogyha mindig van mit csinálni, és tulajdonképpen így a nyugdíjas éveimre is biztosan, hogy lesz elfoglaltságom. Az alapítvány titkára elmondta, 70 kutyus van a tanulóikkal együtt, akikkel iskolákba, nyugdíjas otthonokba járnak. Rozi is még tanuló kutyus, mégis már most kiválóan végzi a kért feladatokat. A tanulás során azonban az is fontos, hogy a gazdi mennyire tud együttműködni négylábú kedvencével. Azt tapasztaljuk, hogy a kutya jelenlét és maga a kutyás terápia nagy mértékben segíti a fejlesztő foglalkozásoknak a hatékonyságát, hiszen itt is azt hiszem látszott, hogy a gyerekek fegyelmezettek voltak, a kutya kedvéért mindent megcsináltak. Olyan gyerek is, aki egyébként nem tenne meg bizonyos feladatokat, a kutya kedvéért megteszi, és emellett olyan feltétel nélküli és válogatás nélküli szeretetet tud adni, hiszen láttátok, mindenkihez oda ment, mindenki megsimogathatta, teljesen mindegy, hogy ő most valamilyen fogyatékosság él vagy nem él, a kutya nem válogat sosem. A kutya sose fáradt, a kutya mindig örül, ha jön, tehát egy olyan plusz motivációt tud nyújtani ezekhez a foglalkozásokhoz, amit az első perctől kezdve 2011. szeptembere óta minden egyes órán tapasztalunk. Tehát gyakorlatilag nem volt azóta olyan kutyás foglalkozásunk, aminek valami pozitív hozadéka nem volt. Így azt hiszem, így egészen egyértelmű, hogy miért tartjuk ezt fontosnak és miért csináljuk. Azon kívül a pedagógusok részéről hatalmas igény van rá, hiszen ez a 70 kutyásunk, aki dolgozik, ez mindenki dolgozik. Mindenki valamilyen órán jár. Ez az ország egész területére értendő, természetesen nagyon sok fele vannak kutyásaink. Normál általános iskolától kezdve az idősek otthonáig tapasztaljuk minden egyes órán, hogy pozitív hozadéka van. Ez nyilván abból ered, hogy az ember eredendően a természethez közel kell, hogy álljon. A gyerekek is szeretik a természetet, szeretik az állatokat. Erre a mai világban egyre kevesebb esélyük van, hogy találkozzanak ezzel, hiszen rohanó életmód van. A foglalkozásokat, mint kiderült, a terapeuta és a pedagógus közösen állítja össze. A kutyás felvezetőnek az a dolga, hogy a pedagógust hatékonyan segítse az órán. A Kutyával egy Mosolyért Alapítványról elmondható, hogy minden egyes alkalommal mosolycsalnak négylábú kedvencükkel az éppen meglátogatott intézményben tartózkodó karszára.